Melyik végéről kezdjen pucolni a krumplit? Átgondoljuk. Ha úgy tartod a kezedben, mint a földgolyót, akkor az északi sark felől indulj a déli sark irányába. Nem lehetne valami úgy pucolni, hogy mert ne csípi a szemed? Víz alatt kell pucolni. Lenyomod a víz alá a hagymát, úgy nem csípi a szemed. Már nem nincs. De csinálhatod fordítva is. Belejúz egy dézsára, lebegúsz az aljára, és a fejed fölött a levegőben tartva pucol a dalmát. Te mit csinálsz, Lizel? Jegyzetelek maga. De hiszen nem is tudtál még írni, amikor meghaltál. Albert! Te már itt vagy! Mikor jöttél? Nem is hallottam ebben a nagy zajban. Most értesse. Nem azért jöttem, hogy ajándékokat osztogassak, hanem hogy lássad benne. Pedig én azt hittem, van olyan jó a fantáziát, hogy el tudj minket képzelni. Hiányoztatok. Ezt nem hiszem el. De bizonyítsa! Aha! Te és a bizonyítás! Ketten dolgoztuk ki a relativitás elméletet, vagy nem? Aha! Igen? Tudnál nekem segíteni? Na, attól függ, hogyha nem betont kell a második emeletre. Talicskázz-e, akkor mondj el, nem? Ez olyan, mint amikor a macska belemíz a tükörbe. Dehogy olyan. A macskát például soha nem lehet rávenni, hogy ne fogja meg az eget. Hogy ne fogja meg az egedet. Mondom, soha nem lehet rávenni. Na, Hans, akkor hogy is volt az a példa? Lassan mond, betétet kell cserélnem. Írjál mindent, és mielőtt meghalsz, majd kihúzod a fölöslegeset. Normális vagy. Lizel, a szádba fogom dugni a fakam alatt. Apa, igen, az énekem is mi? Nem tudom. Néha az az érzésem, hogy csak egy rossz tréfa. Emlékszel még ezekre? Te kis rossz tréfa! Borzasztóan vágyom egy levélre az én szeretett kis boszorkámtól. Alig tudom elvinni, hogy még olyan sokáig távol leszünk egymástól. Csak most látom, milyen őrülten szerelmes vagyok beléd. Baba! Mama, ha nem várunk az agyvérzés kapsz, egy jó helyen elhelyezett a lófasz csökkenti a vérnyomás. Ezt te írtad, Albert? Ez a te kézírásod, Jancsika? Mindenkinek kell egy kis pocak szerinted? Jól áll, szexi? Még hogy a nők más természetűek. Ezt te honnan a bűnös frankból tudod? Mama, akárunk, hogy nyugodtan, már nem létezik cenzúra, sőt, egy kis bazd meg el, és életed visszaszoljon. Bazd meg el is, hely! Anyu, ne veszikedjetek már! Nekem kisgyereknek olyan rossz ezt hallgatni. Aztán, hogy folyton erre fogok emlékezni. Kisfiam, a te skizofréniához képest ez még mindig ünnepi történet. Ha beledöglöd is, nem mutatom még azt a matek példát! Ha már éhes válsz! Éhesen soha nem tudok gondolni! Ne, ugyan már egy kis észtorna jót tesz! Szóval, Éva és Kati testületi jó barátnők! Nincs korlatához közben ez a példa? Nincs! Viszont ez a markáns arcú amorózó csak 37 éves lehet. Ezt honnan veszem? Hát ez természetes. Na jó, de hogy a felébe? Amikor megszülettem. Viszont ott sem volt. Te megkereszteltetted őket? Mi az, hogy is? Ortodox keresztények a fiam. Mit főzöl? Paprikás krumpli. Mi az úr is? A papa paprikás krumpliban is látja a vallásos úrhez. Paprika, hagyma, krumpli, kolbász, meg még egy az. Kolbász. Arról már leszoktam, hogy szalonnát is pirítsak alá. Egyúlja a gyomromat, meg hízok is tőle. Tudod te hány kiló vagyok? Ja, és azt az ízét meg úgy hívják, hogy zöldborsó. Zöldborsó! Zöldborsó! Ez a zöldborsó! Tegyél nekem bele! Az anya önmagát tételezi föl jelennek. Az anyák történelme a múlt, leendő útja a jövő, de ezeket a jelen, múlt, jövő időket a három időegység egymásra hatása és sebességes változása okozza
Erről szól a relativitás elmélet!